Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a választás 2024 kerepes polgármesterjelölti és képviselőjelölti riportsorozatát hallják. A mai műsorban a 4. körzetben a Demokratikus Koalíció Párbeszéd zöldek támogatásával induló Németh János képviselőjelölt bemutatkozását és terveit ismerhetik meg. Köszöntöm Önöket, Magyar János vagyok. Németh János képviselőjelölt úr, köszöntöm a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, János. Köszönöm szépen. Ismertetném a szabályokat. A kérdések feltétele után közlöm a válaszra fordítható időkeretet. Az időkeret lejárt előtt 1 perccel egy hangjelzést fog hallani, 30 másodpercnél egy újabb hangjelzést fog hallani, vagy az utolsó 5 másodpercben másodpercenként szintén egy hangjelzést fog hallani. Azt a mondatot, amit elkezdett, még befejezheti, de új mondatban már nem kezdhet bele. Érthetőek a szabályok? Igen. Rendben. Akkor elkezdeném a kérdések felvetését. Első kérdés. Kérem, mutatkozzon be a választóknak. Időkerete 5 perc. Németh Jánosnak hívnak. 1966-ban születtem Gödöllőn. Kerepesen élek. Itt születtem, itt élek a családommal, és 4 gyermekem van, már 4 felnőtt gyermekem van, unokáim vannak. Más nem nagyon szeretnék mondani, egyszer ennyit szeretnék magamról mondani. Rendben, köszönöm. Akkor kezdjük is el az éles kérdéseket. Miért döntött úgy, hogy indul a 2024. évi önkormányzati választáson kerepesi képviselőnek? Az időkerete 3 perc. Igen, mint említettem, hogy én itt élek kerepesen. És a családom és az őseim is itt éltek. És ahogy látom kerepesnek a lehanyatlását, és én úgy vettem észre, hogy ezt valamilyen úton, módon orvosolni kell. Én azért jelentkeztem erre a képviselői választásra, mert szeretnék tenni a városomért. Mert régebben, amikor még ilyen fiatalabb voltam, ez egész más város volt. Egészen mosolygós város volt. Hogy az emberekkel találkoztunk az úton, tudtunk beszélgetni, megkérdeztünk, hogy hogy vagy, le tudtunk ülni egy kicsit beszélgetni, igaz, hogy a kerítésnek a tövére, de viszont itt mások voltak az emberek. Most egymásnak se köszönnek az emberek. Valamilyen szomorúságot veszek rajtuk észre. És ezért szeretném, hogyha a városunk teljes mértékben fejlődésnek indulna. Mert most, amit az előző ciklusok, én nem akarok senkit megbántani, de viszont itt fejlődés kerepesen nem történt. Úgyhogy én ezért szeretnék tenni, hogy a városunk szebb legyen, mosolygós legyen, és a gyermekeink, a jövő nemzedéke úgy nőjön föl, hogy igenis az elődeink megtettek mindent azért, hogy nekünk jobb legyen. Ennyi? Igen, köszönöm. Jó. Következő kérdéssel folytatjuk. Kerepesen a közbiztonság az elmúlt időszakban nagyon leromlott. Milyen tervei vannak a probléma kezelésére? 3 perc áll rendelkezésére. Igen, a közbiztonság igen, nagyon le van romolva, de nem olyan vészes, ahogy azért beharangozzák. Én minden áldott nap közöttük járok azok az emberek között, akik tudom azt, hogy milyen emberek és mit csinálnak. De viszont mi is ezt elítéljük teljes mértékben, és ezeket az embereket mi kiközt szeretnénk közösíteni magunk közül, de viszont van 90%, aki normális életet él, normálisan neveli a családját. Csak sajnos a többségi társadalom az nem úgy veszi észre, nem úgy adja elő, ahogy ez valójában van. Én most a romákról beszélek kimondottan, de viszont a többségi társadalomban is vannak ezek a problémák, csak arról nem beszélnek. Az nem nyilvános. Pedig aztán ott is tudjuk nagyon jó, hogy a drog probléma ott is jelen van, akkor ugyanúgy jelen van a roma lakosságnál is, bizonyos százalékánál. A közbiztonság, a kintről jövő, vagy a pesti oldalról bejövő emberek, azok gerjesztik itt a
a problémát kerepesen. De viszont több rendőrrel, több rendőr, aki a önkormányzat foglalkoztatásában lenne, mint túlórában, én erre gondoltam, és ezek az emberek már a jelenléttől megijedve elhagynák Kerepest. De viszont ezt nekünk meg kell fizetni. Nem tudjuk, milyen az önkormányzatnak a költsége, nem tudjuk, hogy milyen költségvetéssel dolgoznak, semmit nem tudunk, csak akkor, hogyha mi kerülünk oda az önkormányzathoz, mint képviselő, mint vezetők, akkor fogjuk ezeket megtudni. De viszont mindenféleképpen ezt orvosolni kell. Én azt mondom, én mindig arra szeretnék appellálni, hogy ezt meg lehet beszélni szép szóval is. Nekem is van rá kimondottan olyan programom, amivel én meg tudnám akadályozni, mint képviselő, mert én, ha lemegyek a cigántelepre, engem nem úgy néznek, mint egy magyar embert, hanem úgy néznek, mint egy testvért, és én tudok velük beszélni. Ez egész más, mint ha ma oda megy egy magyar ember, és azt mondják neki, ó, te mindenkinek jöttél ide, te menj el, én nem, veled nem foglalkozunk. Na, én ezért szeretném megnyerni a 4-es számú választókerületet, mert ott élnek legtöbb roma honfitársai. De között azt el kell mondanom, hogy a 90%-a és a 95%-a az normálisan élő ember, aki a családját normálisan járt a iskolába, és adófizető a Magyarországnak. Sajnos ezt nem látják át a többségi társadalom, nem látja át ezt, és egy kalap alá veszik ezeket az embereket is velük együtt. Na, én azt szeretném, hogy is a magyar és a cigány együttélés jobban összehozni a kultúrával és a rengeteg beszéddel, és olyan dolgokban részt venni, mint régen, hogy futballozunk együtt, szórakozunk együtt, és akkor ez teljes mértékben másképp fog lenni ezek a dolgok. Köszönöm szépen, az idő lejárt. Következő kérdésünk következik. Sokan panaszkodnak a helyi buszjárat menetrendjére, útvonalára, a megállók állapotára. Hétvégi, illetve rendezvények idején a busz hiányára. Vannak-e tervei a buszközlekedéssel kapcsolatban? 3 perc áll rendelkezésére. Igen, vannak terveink a busszal kapcsolatban. Hát egy buszunk van, de az is nagy. Hát ha több kicsire lecserélnénk ezeket a buszokat, akkor minden utcában, minden kis utcában be tudnának menni. De viszont, hogy egy busz van, hát az csak annyi, hogy elmegy, leteszi a főútvonalon, és gyalogolni kell neki 4 kilométert. Én Szenthegyen lakom, és innen az állomás tőlünk 2,5 kilométer. Viszont nagyon sok idősebb ember és idősebb hölgy megállít, aki ismer, hogy János, vigyen már föl, legyen olyan kedves, mert fájnak a lábaim. Amikor mellém ül, akkor már mindjárt mondja azt, hogy hát ez a busz, hogy de jó lenne egy busz forgalom ide, hogy így el tudjunk jutni a B-ből az A-ba, vagy az A-ból a B-be, úgyhogy nagyon nagy problémák vannak a buszjárattal. Így tudnánk megoldani, hogy több kis busszal mindenhova be tudna jutni, és el tudna vinni az idősebbeket vásárolni, ahol buszmegálló van, ott leteszi őket, és akkor onnan el tudnak gyalogolni a busz a bevásárló központba. Értem. Én ennyit szerettem volna erről mondani. Rendben. Kerepes úthálózata hagy kívánni valgót maga után. Milyen tervei vannak az úthálózattal kapcsolatban, illetve a hármas úttal vannak-e tervei? 3 perce van rá. Hát katasztrofális. Az utak azok katasztrofálisak. Egy nagy eső, akkor itt megbénul minden. Itt kátyúk keletkeznek, az utakon nem folynak el a vizek, nincs csatornahálózatunk, nincsen semmi, nincs. Az elmúlt időszak az nem csinált kutya fülét se. Ez is nagyon nagy probléma. Az utakra járhatatlanok. Mi nekünk a tervünk az lenne,
hogyha mi nyerjük meg a választást, mi nem ígérjük meg azt, hogy új utakat fogunk tudni építeni, de viszont tudjuk kezelni. De viszont most az úgy tudom, hogy az Európai Uniós pályázatok most az utakra megálltak, de viszont lehet azt másból is csinálni. Például mondanák egy viakolóros utcát. Például egy betonnal lekezelt utcát. Rengeteg utcában, a Lázár Vilmos utcában, a Martinovics utcában, az Eszed Tamás utcában nincs csatorna. Akkor milyen városban élünk mi? Ez én szerintem nem város, ez még falunak is rossz, ami most van. Most jellemzi Kerepesnek az infrastruktúráját. Köszönöm szépen, ennyi volt ez. Rendben. Kerepes gazdálkodásával kapcsolatban kérdezném, vannak-e tervei a város bevételeinek a növelésére, adónöveléssel vagy egyéb módon? Szintén 3 perc a válaszadási lehetőség. Igen. Nem kellett volna elküldeni a rengeteg vállalkozót. Vállalkozók fogták magukat, és elmenekültek innen Kerepesről. Mert tudjuk azt, hogy miért. Vissza kell csábítani őket. Vissza kell csábítanunk a vállalkozóinkat ide. A székhelyüket helyezzék vissza. A helyi vállalkozóknak kiadna a munkát. Nem Borsod megye, meg mit tudom én, honnan jönnek ide, és mások itt nem fizetnek adót, nem ide fizetik az adót, és elviszik innen a Borsod megyébe, vagy elviszik Nógrád megyébe, vagy bárhova elvihetik. A helyi vállalkozókat kell erősítenünk. A helyi vállalkozókkal le kell ülnünk beszélni. Mindenféleképpen őket kell erősítenünk itt, és annak arról nem beszélve, hogy iparosítani kellene, gyárakat kellene építenünk. Én most ne az gondolja a Kerepes népe, hogy akkumulátorgyára az teljes mértékben ellenező. Hát vannak itt mások is. Lehetne mondjuk egy tésztagyárat építeni. Lehetne egy raklapüzemet létrehozni. Hát sorolhatnám ezeket a dolgokat, amiből a város bevétele lenne, és az embereknek munkája lenne. Mert csak így fogjuk tudni megállítani a bűnözést is, munkával, meg az adóbevételeket növelni. Rengeteg munka kellene ide Kerepesre. Nem eladni a földeket, hanem ezeket a földeket be kell investálni olyan dolgokba, hogy az embereknek munkát tudjon adni. Viszont a vállalkozóinkra nagyon nagy szükség van. Ennyi volt, köszönöm. Rendben. Jelenleg Kerepesen orvos hiány van. Milyen javaslatai vannak ennek megoldására? 3 perce van rá. Hát igen, ez a másik nagyon nagy probléma, az orvos hiány. Hát én úgy tudom, hogy 2 doktor praktizál, és 4-re lenne szükségünk. Hát megnézzük az orvosi rendelőinket, teljesen le vannak amortizálódva. Hát hogy jöjjön ide egy orvos? Hát meglátja, már ő nem is jön ide. El kell fejlesztenünk az orvosi rendelőnket. Az orvosi rendelők felszerelve, gyönyörű szépre, ahogy kellene megcsinálni. Az orvos csak akkor lehet ide csábítani, hogyha minden, amit ő kér, leülni vele, megtárgyalni lakhatási probléma, lakhatás ügyekkel kapcsolatosan, csak így tudnánk ezt elérni, hogyha még 2 darab orvos ide jönne Kerepesre, mert nagyon nagy szükség lenne rá, mert ez a 2 doktor, ez nagyon le van terhelve. Egyszerűen nem lehet hozzájuk bejutni, mostanádába kell dobnunk a cédulát, hogy mit kérünk, vagy írjanak fel gyógyszert, mert nem tudunk bejutni hozzájuk. Úgyhogy mi ezt is meg tudnánk valósítani, és nagyon sok mindent még meg tudnánk valósítani. Most én a más többi képviselőtársam nevében nem beszélek, de a programjainkban benne van minden. És nagyon szépen kérem a választópolgárokat, hogy olvassák el ezeket a programokat, mert mi igazán a kerepesi lakosságért dolgoznánk, mi nem azért,
hogy csak ott legyünk, és egymással veszekedjünk, hanem a Kerepes lakossága érdekében szeretnénk dolgozni. Köszönöm. Lenne még valami, amit fontosnak tartana megemlíteni? Kérem, mondja el, erre 5 perc áll rendelkezésére. Hát vannak dolgok olyanok, hogy az emberek legyenek toleránsak egymásra. Vigyázzunk egymásra, mert ez az élet azért nagyon kevés időnk van. És ne nézzék meg a másikat, hogy milyen ember, hanem barátkozzanak, szeressék egymást, ha tudják. És mind régen, cigány, magyar, kezet fog, barátok. Én erre kérem őket, hogy ezt tartsák szem előtt, és mindenféleképpen, hát ne, a bűnözést azt nem csak mi tudnánk megállítani, hanem ezt közösen tudnánk megállítani. Most visszatérek egy kicsit erre, hogy lehet, mert 1 percem van, tudom, de viszont... Még van 4 perce. De viszont a bűnözéssel kapcsolatban, viszont a településekkel is együtt kellene dolgoznunk. Ezt kihagytam előbb. A hét vonalán levő települések és a kerületekkel együtt tudnánk ezt megállítani. Mert Kerepesváros az biztos, hogy nem fogja tudni egyedül megállítani, csak úgy, hogyha összefogunk, egymás karöltve, és kidolgozunk rá egy tervet, de viszont a rendőrséggel és a polgárőrséggel szoros kapcsolatba lenni. Nekem még az is a tervemben van, hogy egy roma polgárőrséget állítok föl, akik normális emberekből, és hát normális emberek, minden ember normális, bocsánat, hogy így beszélek, de akik vállalnák ezt a pozíciót, én már beszéltem is elég sok emberrel, és nagyon sokan vállalnák, hogy innen kiűzzük a bűnözést Kerepesről, és a Kerepesről csak azt beszéljék, hogy igenis a haladásnak indult, a bűnözők eltűntek innen, de viszont vannak olyanok, akiket kiengednek a börtönből, mit tudom én, miért volt benn, a másnap megint bűnözik, hát ez még nem a mi dolgunk, ez a rendőrségnek a dolga. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy Kerepestre eltűnjön a bűnözés. A másik fele meg az utakkal kapcsolatban még szeretnék mondani, nincsenek, lehet, hogy már említettem, hogy nincsenek vízlevezető árkok. Egyszerűen, amikor esik egy nagy eső, akkor itt előtt mindent elöntő, a pincéktől kezdve mindent. Elázik az embereknek a rengeteg cucca. Úgyhogy erre is van megoldás. A vállalkozóinkat mindenféleképpen vissza kell csalnunk a városunkba. Itt kell nekik lenni, és itt kell nekik székelt biztosítani, hogy a pénz itt maradjunk Kerepes városának, és így lehetne csak kimondottan előrelépni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál. Én azt hiszem, másról nem is szeretnék beszélni. Azt hiszem, a lényeget azt biztos fogják érteni a hallgatók, amiről szerettem volna beszélni. Hát kampányidőszak van, csináljuk a dolgunkat, és de a hallgatókat arra kérem, hogy a 4-es számú választókörzetben ott vagyok, Németh Jánosnak hívnak, aki úgy gondolja, aki rám akar szavazni, azt tegye le a voksát rám, mert ezt biztos, hogy meg fogom önöknek hálálni, ami tudásom van, ami 30 évig politikában vagyok, azt mind oda fogom tenni, tudni, rakni, és én mindenféleképpen a Kerepes város és emberekért fogok dolgozni. Köszönöm. Utolsó kérdésem az lenne, hogy miért szavazzanak önre a választópolgárok? 2 perc áll rendelkezésére. Igen, mert előbb mondtam, hogy tapasztalt vagyok. Tapasztalatom, roma nemzetiségi kis önkormányzatnak vagyok a
egyik vezetője. A Pest megyei önkormányzatban, városházán vagyok képviselő, és nagyon sok tapasztalatom van. És ezt a tapasztalatot át szeretném adni. És úgy érzem, hogy ezt mi én meg tudnám oldani ezeket a problémákat, közösen természetesen a képviselőtestülettel, közösen a rendőrséggel, közösen a apparátussal, aki majd föl fog állni. Úgyhogy én ezeket a beadványokat meg tudom, el tudom mondani nekik. Úgyhogy nagyon sok mindenben, nagyon jó, sok minden van a fejemben, amit át tudok adni a jövő generációjának is, és át tudnánk adni az önkormányzati vezetőknek is. Köszönöm a válaszait. Zárszóként pár szóban mit üzenne még a választóknak? Hogyha szimpatikus vagyok önöknek, én itt születtem Kerepesen. Én tudom, minden baját tudom Kerepestek. Minden utcát tudok, minden állapotot tudok, hogy hogy néz ki minden Kerepestek. Én arra kérem önöket, hogyha rám rakják le a voksukat, akkor nem fognak rosszul járni, mert én tiszta szívember vagyok, és ezt tudja mindenki rólam Kerepesen. Én engem nem a pénz motivál, mert én dolgozom, de vannak bizonyos emberek, akik csak pénzért csinálják, de én, ha kell, akkor még a tisztelet díjamról is lemondanák, azért, hogy a városunk előbbre menjen. Ha szimpatikus vagyok önöknek, és úgy érzik, hogy rám kell, hogy ilyen emberre van szüksége Kerepesnek, mint én, akkor legyen olyan kedves, tegy oda az X-et, és ne a pártlogót, sokan a pártlogót nézik, ne a pártlogót nézzék, hanem az embert. Az embert, aki tenni akar a városé. Köszönöm szépen. Németh János, köszönöm az interjút. A kampányához és a választáshoz kívánok sok sikert és sok szavazatot. Köszönöm szépen. Köszönöm pedig a figyelmet, Magyar Jánost hallották.